Az érdeklődő közönség előtt Egyed Zsolt országgyűlési képviselő és Jaka Péter miskolci önkormányzati képviselő beszélt aktuális politikai kérdésekről, így egyebek mellett érzékeny témákat is érintettek. A roma stratégia rendkívül érzékeny módon érinti Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. Gyakorlatilag 22 éve már azt tapasztaljuk, hogy ezen a területen nemhogy előrelépés nem történt, hanem folyamatosan visszalépünk. Köszönhető annak, hogy teljesen mindegy, hogy MSZP-s vagy éppen fideszes kormánya volt Magyarországnak, folyamatosan a pozitív diszkriminációt erőltetik, amely rengeteg pénzbe kerül, arról nem is beszélve, hogy ezzel a lehetőséggel, sajnos azt kell, hogy mondjuk, a cigány lakosság java része nem él, hanem visszaél. Egyfajta bátorításként tekintenek a pozitív diszkrimináció adta előnyökre, hogy igenis, ma Magyarországon kifizetődő folytatni a közösségellenes magatartás formát, mert az hol az önkormányzat, hol a magyar állam, hol pedig az Európai Unió hajlandó milliókkal, milliárdokkal szponzorálni. És azért, ha már Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vagyunk, akkor azért is különösen fontos a roma stratégiáról beszélni, hiszen 2011. novemberében elfogadásra került az Európai Régiók gyűlésének közgyűlésén, ugye ma már hírhetté vált Azori-szigeteken, az az összeurópai roma stratégia, amelyet pontosan Miskolcon alkottak meg, és bizony nagyon súlyos következményei lesznek térségünkben is annak, hogy ez a roma stratégia megint csak euró milliók, milliárdok terhére meg fog valósulni. Szeretném hangsúlyozni, hogy minden az európai közösségek keretéből érkező forint, az nem ingyen van, azt a magyar adófizetők befizették az Európai Unió közös kasszájába. Hát egyrészt köszönjük szépen, hogy ezt a pénzt valamilyen formában visszakapjuk, azt viszont nem köszönjük meg, hogy megcímkézve kapunk vissza nagyon sok pénzügyi forrást, és azt ahelyett, hogy munkahelyteremtésre fordítanánk, kénytelenek vagyunk, vagy bent hagyni a közösbe, vagy például olyan mi haszna programokra használni, mint például a komplex telep program, amelyre most pontosan nem tudom, hogy Felső Zsolca fog-e pályázni, a közeli Hernádnémeti igen, ott is ki fogjuk fejteni, hogy annak milyen negatív hatásai lesznek az ott élőkre. Ez a roma stratégia, ami jelenleg most működik, hogy számolatlanul öntik bele a pénzt, de nincs semmi eredménye, meg látszatja, ez nem tud működni, tehát ez megbukott, ezt látni kell mindenkinek. Nekünk vannak erre megoldási javaslataink, mint például az, hogy olyan munkahelyeket kellene elsősorban teremteni, ahol ezek az emberek, akik túlnyomó részben alulképzettek, is a saját munkájuk által meg tudják keresni a saját családjuknak a napi betevőre valót. Itt az lenne a lényeg, hogy ne a állami ellátással, a segélyezési rendszerre támaszkodjanak, hanem a saját munkaerejükre. Hát alapvetően egy társadalmi kérdés, amit politikai szinten kell kezelni. Ez a kérdés 22 éve a társadalom egyre mélyebb bugyraiba kerül, illetve hát ez volt a törekvése mind az MSZP-nek, mind a Fidesznek, nevezetesen az, hogy szó se essék roma kérdésre. Én ugye a miskolci közgyűlésben töltöm az időm jelentős részét. Ne tudják meg, hogy a szocialista képviselőktől mit kapunk pusztán azért, hogy ezt a szót, hogy cigány, kimondjuk. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy ez egy olyan társadalmi kérdés, amit ha nem kezelünk, akkor előbb-utóbb Borsod-Abaúj-Zemplén megye jövőjét meg fogja pecsételni ez a kérdés. Ezért megint csak egy adatot hadd mondjak, ma országos adatról van szó, több mint 300 olyan település van, ahol a cigány kisebbség ma már többséget alkot. És hogy ez a probléma mit jelent, hát azt most a szintén megyénkbeli Rakaca települése nagyon jól szemlélteti, ahol ugye mind a lakosság 98%-a, mind pedig a helyi polgármester is cigány származású, ma a település csőd közeli helyzetben van, és bizony a helyi cigány lakosság már fejeket követel azért, hogy megkapják azt a segélyt, hát amiért valljuk be, eddig nem túlságosan sok adót fizethettek be. Egyrészt társadalmi kérdés, ugye a cigánybűnözés kapcsán is, hát most ezt van, akik tagadják, van, akik azt mondják, hogy nem szabad erről beszélni, mindenki tudja, hogy ez egy létező probléma. Másrészt politikai ügy is, mert a parlamentben a jelenlegi kormányzó párt, ugye a Fidesz-KDNP frakció is azon a véleményen van, hogy megoldást kell rá találni, amiben eddig egyet is értünk, csak a megoldások miben létében nem értünk már egyet, mert ők folytatják szerintünk ugyanazt a gyakorlatot, amit az előző kormányok folytattak, ugye, hogy segélyezéssel és egyéb jutatásokkal próbálják a társadalom ennek a rétegének úgymond betömni a száját, meg azt szeretnénk, hogyha a saját munkájuk által tudnának boldogulni. A fórum másik témája volt a munkahelyteremtés és a fiatalok megtartása a régióban. Itt azért gazdasági kérdésekről is szó lesz nyilvánvalóan, hiszen a Szélkámán 2.0 ez egy olyan brutális megszorító csomagot rejteget a térség számára is, amely hát Bokros Lajost is maga mögé utasítja. Nyilván egy ilyen hátrányos helyzetben lévő térség, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye, nagyon nehéz körülmények között lesz kénytelen túlélni ezt az elkövetkezendő 2 évet. Annál is inkább, mert azért a megyé
megyénkben egy nagyon súlyos, nem csak morális válságnak lehetünk tanulni, hanem egy annál sokkal súlyosabb és etnikai színezetű, valljuk be, demográfiai válságot is élünk, hiszen látni kell, hogy Borsodabolcs-Zemplén megyét, Felső-Zsolcát is és Miskolcot is tömegével hagyják el sajnos azok az emberek, akik ma még Magyarországon hajlandóak és akarnak dolgozni, akarnak tanulni. Ezek az emberek, és sajnos itt főképp a fiatalokról van szó természetesen, elhagyják térségünket. Hát egy legfrissebb közvéleménykutatást hadd idézzek, amely úgy szól, hogy bizony ma 10 fiatalból 6 külföldön tervezi el a jövőjét, külföldön készül családot alapítani, nyilván ott is fog adót fizetni, ami persze felveti azt a kérdést, hogy kik fognak még Borsodabolcs-Zemplén megyében maradni ilyen demográfiai viszonyok közepette. A Fidesz-KDNP támogatottsága 2012 májusára lényegében az MSZP szintjére csökkent. A biztos szavazók körében az MSZP támogatottsága 31%, a Fideszé 32% volt. Eközben számottevően növekedett a választani nem tudó vagy nem akaró szavazók aránya, derül ki a Tárki friss közvélemény kutatásából, amely szerint a Jobbik támogatottsága a biztos szavazók között az előző havi kiugróan alacsony 16%-ról 21%-ra nőtt. A támogatottságunk mindenképpen emelkedik, ezt most már a legutóbbi közvéleménykutatások megemlítik. Hál' Istennek az emberek talán lassan kezdenek ráébredni arra, hogy annak a mismásoló politikának, amit eddig a Fidesz és az MSZP folytatott, mondhatnám azt is, hogy azt a mutyikban gyökerező nagy koalíciót egyre többen kezdik maguk mögé utasítani. Az emberek tisztán akarnak látni, tiszta beszédet akarnak hallani, és azt akarják igenis, hogy legyen egy olyan politikai erő Magyarországon, amely nyíltan kimondja azokat a problémákat, ami az embereket érint. És ne a különféle háttéralkukat tekintsék prioritásnak, hanem valóban az emberek problémát, hiszen ma azt látjuk, hogy az MSZP és a Fidesz a média nyilvánosság előtt nagyon nagy harcokat és csatákat tud megvívni egymással, majd ezt követően sor kerül általában egy ebédre, ahol megbeszélik a közös mutyit, hogy éppen hol lehet az adófizetők pénzét magánosítani. Erre egyébként maga a roma stratégia is egy nagyon jó keretet fog biztosítani meggyőződésem szerint. Én úgy gondolom, hogy a támogatottságunk növekedett, és hát azt mutatták a felmérések is, hogy növekedett. Itt ugye Borsod megyében voltak bizonyos nézeteltérések a párton belül, de én úgy gondolom, hogy ezt az országos elnökség nagyon hatékonyan is megfelelően kezelte. Tehát Borsod megyében sincs most már semmi probléma, ugyanúgy csináljuk a rendezvényeinket, ugyanúgy a lakossági fórumokat megtartjuk, és ugyanúgy folyik a pártépítés. Elég labilis helyzetbe sikerült 4 képviselőnknek bejutni a helyi képviselőtestületbe, hatalmas nagy és érzékeny területekhez kellett hozzányúlni. Hát bízunk benne, hogy ha nem is most, de később azért a lakosok fogják látni ennek a döntéseinknek a súlyát, hogy miért kellett erre vezetni a várost, amerre nagyon nagy feladattal álltunk szembe, és hát bízom benne, hogy jól sikerül ezzel megbírkózni. Elsősorban az a szerepe ezeknek a fórumoknak, hogy az emberek lássák, hogy mi értük vagyunk, tehát hogy közvetlenül is elmondhatják a problémáikat, tapasztalataikat, kérdéseiket, hogy lássák, hogy nem csak a levegőbe beszélünk, tehát hogy mi nem magukért, hanem értük vagyunk.